Jó napot kívánok! Államtitkár úrral és főorvos asszonyjal ma is tisztelettel köszöntjük Önöket mai tájékoztatónkon. Elsőként kérem, hallgassák meg dr. György István államtitkár urat, az Országos Oltási Munkacsoport vezetőjét. Tisztelettel köszöntöm Önöket! Az Országos Oltási Munkacsoport vezetőjeként szeretném Önöket tájékoztatni az oltási programmal kapcsolatos aktualitásokról, illetve a következő napok oltási terveiről. Magyarország továbbra is éllovasnak számít Európában az oltások tekintetében. Az átoltottság nálunk már 46%-os, szemben az Unió 29%-os átlagával. A reggeli órákban átléptük a 4,5 millió beoltottat, közülük több mint 2 millió 600 ezeren a második oltásukat is megkapták már. Ez nem csupán azt jelenti, hogy nálunk a lakosság arányában több ember van már beoltva, többen védettek a vírussal és a betegséggel szemben, mint máshol. Azt is jelenti, hogy most már bárki akár napokon belül megkaphatja az oltást, függetlenül attól, hogy mennyi idős, mi a foglalkozása, milyen munkakörben dolgozik. Meg tudjuk védeni a betegséggel szemben a kismamákat, és már az egészen fiatalokat is. Az oltási program ütemes haladásának és az időben beszerzett keleti vakcináknak köszönhetően Európában egyedülálló módon már ott tartunk, hogy mi már a 18 év alatti fiataljainkat is tudjuk oltani, miközben más országokban még a 60 éven felüliek oltásával sem végeztek. Ez hatalmas előny, ez azt jelenti, hogy Magyarországon már az aktív korosztály jelentős része is megkapta az oltást. A jelenlegi adataink szerint a regisztráltak körében a 30 évesnél idősebbek 85%-a már megkapta legalább az első oltást. Az aktualitásokról is szeretnék beszámolni. Csütörtökön rendben megkezdődött a 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon a Pfizer vakcinával. Az oltásra regisztrált mintegy 95 ezer 16-18 éves fiatal túlnyomó többsége is foglalt időpontot. Aki még nem tette, a szabad helyekre még továbbra is időpontot foglalhat. Az időpontokat egészen keddig nyitottuk meg. 144 ezer oltásra regisztrált felnőttet is értesítettünk csütörtökön SMS-ben arról, hogy számukra már a Pfizer vakcina is elérhető az időpontfoglalóban. Ők azok, akik legrégebben regisztráltak, és még nem vették fel az oltást. Ha ennek az az oka, hogy nem fogadta el valaki az eddig felajánlott vakcinák egyikét sem, most ők is jelentkezhetnek a Pfizer oltásra is. Szintén keddig érhető el számukra a Pfizeres időpont. A foglalásokat folyamatosan nyomon követjük, és ha úgy látjuk, hogy nem fogy el minden hely, akkor tovább haladunk a regisztráltak sorában, és további személyeknek fogunk SMS-t küldeni a rendelkezésre álló helyek függvényében. Tehát a vakcinák rendelkezésre állásának függvényében folyamatosan fogunk újabb időpontokat is kiajánlani az EST időpontfoglaló rendszerében. Ahogy eddig is, továbbra is elérhetővé tesszük minden egyes adag vakcinát, ami első oltásra felhasználható a Pfizerből, és minden más vakcinából is. Egyik oltóanyagot sem őrizgetjük, azt szeretnénk, hogy mindenki, aki élni szeretne az oltás lehetőségével, a lehető leghamarabb megkapja a védettséget jelentő vakcinát. Továbbra is elérhető az oltópontokon az orosz Sputnik oltóanyag, amire még vannak szabad időpontok. Minden első és második körös oltáshoz szükséges vakcina megérkezett az országba. Ez most az utolsó lehetőség a Sputnik vakcina esetében, hiszen a szerződésben vállalt kontingenst az orosz fél leszállította. Aki orosz oltóanyagot szeretne tehát, az foglaljon minél előbb időpontot. A szabad időpontok még korlátozott számban elérhetők. Folyamatosan elérhető a kínai Sinopharm vakcina is a kórházi oltópontokon. Ebből az elmúlt hetekben jelentős szállítmányok érkeztek, és várunk is még egy nagyobb mennyiséget belőle. A kínai oltóanyag mindegyik kórházi oltóponton elérhető az időpontfoglalóban, és a házi orvosok is kaptak ebből az oltóanyagból.
Az AstraZeneca esetében is vannak még szabad időpontok a megnyitott kórházi oltópontokon az időpontfoglalóban. Érkezett a héten Moderna oltóanyag is, 64.800 adag. Ennek nagyobbik részét második oltásokra használjuk. Elsőkörös oltásra 3000 háziorvos részére biztosítottunk egy-egy ampulla Moderna vakcinát, így 30.000 ember oltása történhet meg ezzel az oltóanyaggal. Az orvosoktól továbbra is azt kérjük, hogyha a praxisukban várakozik még az oltásra olyan, aki életkora vagy egészségügyi állapota miatt veszélyeztetett, őket részesítsék előnyben, ezt az oltóanyagot a várandós kismamák is megkaphatják. Az egy dózisú Janssen oltóanyagot két helyen oltjuk. Egyrészt ezt biztosítjuk a Magyar Honvédség oltóbuszai számára, így az oltóbuszoknak egy települést elég egyszer felkeresniük. Elsősorban a kis településeken élőkhöz szeretnénk így közel vinni az oltást. Közülük a hátrányos helyzetű területeken élőkhöz is. A napokban például az ország egyik leghátrányosabb helyzetű területén, a Borsodabaui Zemplén megyei Jukóvölgyben is jártak. Emellett 50.000 adag Janssen vakcinát fogunk a jövő héten a házi orvosok részére is biztosítani. Az ő munkájukat is jelentősen egyszerűbbé teszi, hogy ebből az oltóanyagból elegendő egy oltás. Már több mint 5 millióan regisztráltak az oltásra, 81%-uk már meg is kapta az oltást, azonban vannak több mint 900 000, akik még várnak az oltásra, nekik akár napokon belül lehetőségük van arra, hogy megkaphassák az oltást. A vakcinák elérhetők az oltópontokon és a házi orvosoknál is. Kérem, éljenek ezekkel a lehetőségekkel, foglaljanak időpontot, és vegyék fel az oltást minél előbb, hogy minél előbb visszakaphassuk a járvány előtt megszokott életünket. Kérem, hogy aki még nem jelezte igényét, a vakcinainfo.gov.hu oldalon minél előbb regisztráljon. Ne feledjék, az oltás életet ment. Köszönjük szépen, államtitkár úr! Most ismertetem röviden a védelmi intézkedésekkel összefüggésben végrehajtott rendőri intézkedéseink adatait. Az elmúlt 24 órában összesen a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 434 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, 418 személlyel szemben a közterületen, 12 személlyel szemben a tömegközlekedési eszközön, illetve a várakozóhelyeken, 4 személlyel szemben pedig a bevásárlóközpontok, illetve a kereskedelmi üzletek területén. Így 69.000 fölé emelkedett, pontosan 69.333 a rendőri intézkedéseink száma, amelyet a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt hajtottunk végre. Kereskedelmi üzletekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre, illetve a vendéglátó üzletekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése miatt 1269 rendőri intézkedést hajtottunk végre. Ebből az üzemeltető, illetve a tulajdonos felelőssége 355 esetben volt megállapítható, 36 rendőri intézkedést vendéglátó üzletben végeztünk. Az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve a bentartózkodás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése miatt 914 rendőri intézkedés történt a jogszabály hatályba lépése óta, ebből 174-et hajtottunk végre a vendéglátó üzletben. Az elmúlt 24 órában 55 személlyel szemben intézkedtünk a kiárási tilalom megszegése miatt, így 68.347-re emelkedett az intézkedéseink száma, melyet a kiárási tilalom, a kiárási korlátozás, a közterületi magatartási szabályok, illetve a gyülekezés, illetve a csoportosulás tilalmára vonatkozó rendelkezések megszegése miatt hajtottunk végre. A koridorokon tegnap 47 rendőrintézkedés történt, így 17.000 fölé emelkedett a Magyarországon személyforgalomban történő tranzitálási szabályok miatt végrehajtott rendőrintézkedéseink száma. Minimálisan csökkent az elrendelt hatósági házi karanténban lévő személyeknek a száma, 18.488-ra csökkent, tegnapi napon 1589-et rendeltünk el. Az elektronikus ellenőrzés szolgáló mobiltelefonra tölthető informatikai alkalmazásra regisztrált felhasználóink 945-en vannak. És most kérem, hallgassák meg főorvosasszony tájékoztatóját. Jó napot kívánok! Bizonyosan kijelenthetjük, hogy a járvány harmadik hullámának túl vagyunk a nehezén. Járványügyi adataink folyamatosan, tendenciósan kedvező irányban alakulnak,
Így elmondhatjuk a mai napon már, hogy a gyógyult betegek száma a járvány kezdete óta közel négyszerese az aktív fertőzöttekének. Jelenleg 158.458 fő aktív fertőzöttet tartunk számon, és a gyógyultak több mint 600.000-en vannak már. Az összes fertőzött tekintetében a járvány kezdete óta 796.390 főt tartunk nyilván, aki valamilyen módon a pandémia legelső hullámától számítva pozitívnak bizonyult Magyarországon, akár antigén gyors teszttel, akár pedig PCR vizsgálattal. Látható az, hogy a védőoltásoknak köszönhetően több hullámban zajlott a pandémia Magyarországon, és a harmadik hullám, amely a legtöbb megbetegedést eredményezte, egyben a legtöbb lehetőséget is hozta magával a védőoltások megjelenésével. Számomra is nagy öröm, hogy ezeknek a felvétele Magyarországon gyakorlatilag korlátok nélküli. Akit be lehet oltani egészségi állapota folytán, illetve bármilyen egészségi állapota vagy helyzete, például a kismamák, várandós kismamákra gondolok, illetve fiataljainkra, teljes körűen rendelkezésre áll az a lehetőség, hogy éljen a védőoltás felvételének a lehetőségével. Mindig arra szoktam gondolni, amikor Magyarország járványügyi, közegészségügyi helyzetéről gondolkodunk, hogy lassan visszaérünk ahhoz a természetes állapothoz, ami mindig is jellemezte Magyarország közegészségügyi biztonságát. Amikor az egészséges ivóvízre gondolunk, és számos olyan tényezőre, ami szinte egyedülálló a világban, a kötelező, gyermekkori kötelező védőoltási rendszerre, amit természetesnek ismerünk el, ilyenkor a járvány idején döbbenünk rá, hogy ez nem magától van. Sokan sokat tesznek azért, hogy kedvező maradjon Magyarország járványügyi és közegészségügyi biztonsága. Most már a harmadik hullámnak a vége felé közeledve ismét megnövekszik talán ennek az értéke, hiszen visszagondolva arra a heroikus küzdelemre, amit számosan folytattunk és folytatunk jelenleg is a járvány leküzdése érdekében, azt gondolom, hogy ez alátámasztja azokat a kijelentéseket, amelyeket korábban megfogalmaztam, és most is arra törekszünk, hogy tulajdonképpen ez a kedvező helyzet szinte természetessé váljon Magyarországon annak érdekében, hogy valóban a pandémiából kilábaljunk, és már csak visszafelé értékeljük a helyzetünket. Ugyanakkor természetesen nem zárult még le a világjárvány, sőt, láthatjuk azt, hogy a közvetlen környezetünkben sem ilyen kedvezőek a járványügyi adatok, főképpen a védőoltás hiánya miatt. Míg Magyarországon ez korlátlan mennyiségben és rendkívül széles minőségben áll rendelkezésre, mögötte nagyon sok munka rejlik, egészen a beszerzéstől, a beadáson, a logisztikán át. Nagyon sok ember dolgozott azon, hogy eddig a napig is elérhessünk, és szeretném megköszönni mindenkinek ezt a tevékenységét. A környezetegészségügyi adataink is kedvezően alakulnak, ezért is bizakodhatunk abban, hogy inkább már majd lassan, fokozatosan, de magunk mögött hagyhatjuk a járványt, hiszen
összességében országos szinten már nem csak stagnál, hanem elkezdett csökkenni a szennyvízben lévő koronavírus örökítőanyag mennyisége. Egy minimális emelkedést látunk még két város, Szekszárd és Pécs vonatkozásában, ugyanakkor egy jelentősebb csökkenést mértünk Debrecenben, Egerben, Győrön, Kaposváron, Veszprémben, és Budapesten is nem ilyen mértékben, de elkezdett csökkenni a szennyvízben a vírus örökítőanyag mennyisége. Ez nagyon fontos tényező számunkra, hiszen tudjuk azt, hogy ez egy jó indikátora, egy nagyon jó mutatója annak, hogy körülbelül egy hét múlva milyen fertőzöttségi adatokat látunk, vagy fogunk majd látni, mert ebben a mennyiségben benne vannak a betegek, a tünetekkel rendelkezők, és esetleg látensen ürítők is, tehát ez mintegy körülbelül 4 millió embernek az adatait foglalja magában a szennyvíz mintáinknak az eredménye. Kórházban is már jelentősen csökkentek az ápoltak. Emlékezzünk vissza, hogy amikor a legtöbben feküdtek kórházban is, a legnagyobb volt az intézményeinknek a terhelése. Több mint 12 ezeren voltak egyidejűleg a kórházainkban. Ez a szám a mai napon 2612 fő, míg 338-an szorulnak lélegeztetésre. Ez a szám is 1500 fölött volt akkor, amikor a legtöbben kellett, hogy a súlyos lefolyású betegségük miatt intézményi kezelésre és lélegeztetésre szoruljanak. Az új fertőzöttek száma az elmúlt napon 1190 fő. A járvány nem ért véget, rendkívül örülünk a kedvező adatoknak. A védőoltás az a lehetőség és a kivezető út a járványból, hiszen hogyha mindenkit, akit csak lehetséges, védetté teszünk, akkor leáll a közösségben a vírus keringése, a vírus cirkulációja, nem talál fogékony szervezetet köztünk, és tulajdonképpen így tudjuk megakadályozni a további fertőződéseket. Éppen azért, mert kedvezően alakulnak a járványügyi adataink, el tudjuk indítani a kórházainkban a tervezett ellátásokat, és már el is indítottuk a népegészségügyi szűrővizsgálatokat. Azaz nem is elindítottuk, hanem folytatjuk. Szerencsére csak egy rendkívül rövid időre, talán mintegy két hétre kellett ezeket felfüggeszteni, de most, hogy újra lehetőség nyílik a szűrővizsgálatoknak az elvégzésére, kérem önöket, hogy talán a járvány is rávilágított arra, hogy az egészségünk megőrzése és hosszú távú megtartása érdekében milyen nagy érték a magyarországi közegészségügyi járványügyi helyzet és az egyéni védelmünk. A szűrővizsgálatok az úgynevezett másodlagos megelőzésnek az eszközei, tehát ahol már valamilyen probléma merült fel, de rendkívül korai stádiumban van egy-egy betegség, és itt elsősorban a népegészségügyi szűrővizsgálatok vonatkozásában a daganatos, rosszindulatú daganatos megbetegedésekre gondolok, kérem, hogy aki meghívást kap a szűrővizsgálatra, feltétlenül menjen el. Előre fogjuk venni azokat, akik a két hétre estek volna, a meghívójuk erre az időszakra szólt. Ők most mindenképpen prioritást élveznek, és el is kezdtük a mammográfiás vizsgálatokra történő behívásokat. Tudjuk jól, hogy háromféle
népegészségügyi szűrővizsgálat működik egyidejűleg ma Magyarországon. Az emlőszűrés, a lágyrész, mammográfiás szűrés, amelyet 2 évente végzünk a 45 és 65 éves hölgyek korosztályában. A méhnyakrák szűrés, amelyre 3 évente kapnak a hölgyek behívót. Kiküldtünk mintegy 60 ezer meghívót a napokban, és az elkövetkezendő hetekben is még további 250 ezer meghívó levél kerül majd kiküldésre, mind a szakorvosi, mind pedig a védőnői méhnyakrák szűrésre. Először a fővárosban szólítjuk meg a hölgyeket, majd fokozatosan a megyeszékhelyek, illetve a további járási székhelyek és kisebb települések következnek, hiszen az előző szűrési rendünkhöz alkalmazkodva biztosítjuk ezt a 3 évenkénti megszólítást. A harmadik szűréstípusnál pedig láthatták önök is a médiából, hogy nem régen a Nemzeti Népegészségügyi Központban átadtunk egy rendkívül korszerű laboratóriumot, amely a széklet vérvizsgálat mérésére, detektálására alkalmas. Az eddigi programunkban a vastagbélszűrés keretében az 50-70 éves korosztályt nemtől függetlenül, tehát a hölgyeket és urakat egyaránt megszólítva eddig 750 ezer meghívót küldtünk ki a páciens egység csomagok átvétele érdekében, amelyet a házi orvosoknál lehetséges átvenni, de mindösszesen 260 ezren jelentkeztek csak. Ez tükröt tart elénk. Kérem, hogy a saját egészségünk érdekében, hogyha meghívást kapnak, vegyék fel a kapcsolatot a házi orvosukkal, mert nagyon fontos az, hogy ezeket a jól szűrhető betegségeket korán felfedezzük, hiszen ebben az esetben teljes mértékben gyógyíthatóak. És én bízom abban, hogy most már előre tekintve egészségünk hosszú távú védelme és megtartása érdekében halló fülekre találunk, és kérem, hogy a népegészségügyi szűrővizsgálatokat helyezzük arra az értékrendre, helyezzük a magunkban oda, ami szintén a védőoltások, mint elsődleges megelőzést célzó eszközökön túl a másodlagos megelőzést célozzák, tehát az idejében történt betegség felismerést és a gyógyítást. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen, főorvosasszony, mai tájékoztatónk végéhez értünk. Köszönjük szépen egész heti figyelmüket, tájékoztatót legközelebb hétfőn tartunk. További szép napot kívánok, viszontlátásra!